Kiválasztatnak lenni soha nem könnyű. Főleg, hogyha emiatt teljesen kiszorulsz minden közegből, amiben eddig léteztél, és teljesen elmagányosodsz. A Netflixnek az egyik sikersorozata, az Árnyék és Csont, az nagyjából ezt írja körül nekünk, csak egy kicsit hollywoodiasabban. De most megbeszéljük, hogy um, miről is szól a könyv. Sziasztok, könyv vagyok, ez itt a Borító Alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Az egész hetünk arról fog szólni, hogy csütörtökön érkezik az Árnyék és Csont második évada. Nem tudom, mióta vártam már, de tudom, mióta vártam rá. Az hogy megnéztem az első részét az első évadnak körülbelül. Fantasztikus lett szerintem a sorozat, és nyilvánvaló volt, hogy el kell olvasnom a könyvet is. Illetve hát a könyveket, hiszen egy trilógiáról beszélünk, aminek az első része az árnyék és csont. A könyv Alináról szól, aki egyébként árva, de hirtelen kiderül róla, hogy ő a napidéző. Ami, lássuk be, elég nagy váltás. És hát ezt a váltást ő borzasztó nehezen kezeli, és meg kell, hogy mondjam, hogy emiatt nem is lett a kedvencem. Mostanában nem találkozom olyan hű, de nagyon pozitív főszereplőkkel, lehet, hogy ez szándékos, de hát Alina is azok közé tartozik, akiket így, jó, értem, ő a főszereplő, akkor elviseljük. Mert hogy ön sokat rinyál. És nem tudtam ezt egyszerűen feldolgozni, nekem túl sok volt a szemvelgés. És nem az, hogy a szó szerinti szenvedés, hanem tényleg, amit a lány így leművelt pluszba. Hát értem én, hogy hatalmas váltás, meg nagyon nagy megterhelés, meg elszakítják az egyetlen embertől, aki valaha is foglalkozott vele. Tehát értek én mindent. De miért kell ezt ilyen, szinte már hisztiszerűen előadni? Borzasztó. Na de mindegy. Szóval ez Alina, a főszereplőnk. Neki van egy társa, barátja, lelki társa, ki tudja, mi-e, Mál, aki viszont nem grisa, hanem egy sima árva, ahogy ezen a nyelven hívják, ott kezet, tehát semmit nem ér, magyarra lefordítva. Ő ott marad Alina nélkül, és meg kell próbálnia élnie az életét. Alina azt gondolja, hogy ez így is történik, hogy oh, Mál már jól van, már összefeküdt mindenkivel, és egyébként sem foglalkozik ő vele. Aztán a végére kiderül, hogy azért ez nem pontosan így van, de hát természetesen mit érne egy uh, tiniknek szóló történet, vagy tinikről szóló történet szerelmi háromszög nélkül, bekerül a képbe egy nagyon manipulatív, nagyon dögös pasi, aki segít Alinának abban, hogy az erejét, amit tulajdonképpen most szerzett, most tanulja, de úgy éli meg, mintha most szerezte volna ezt az erőt, uh, Megpróbálja megtanítani ezt kezelni. És emiatt nyilván a férfi befolyása alá kerül. Tökéletes szerelmi. Háromszög, tökéletes sztorivonal. Azért jó ez a történet, mert bőven túlmutat ezen a sztori vonalon. Túl tudunk lendülni azon, hogy Alina mennyit nyavajok, képes fejlődni már egy könyvön belül is, és egyébként ezért beszéltem ennyit erről mert fantasztikus az a fejlődés, amin a lány keresztül megy, és amin végigvisz minket az írónő a könyvben. Fantasztikus az, ahogy már végig kitart Alina mellett, annak ellenére, hogy semmit nem tud a lányról, és fantasztikus az is, ahogyan ez a férfi, az éjúr, vagy tábornok, ahogy a sorozatban hívják, egyszerűen olyan szinten a befolyása alá vonja Alinát, és az olvasót is, hogy az valami hihetetlen. Szerintem nagyon-nagyon jó jellemábrázolásokat adott nekünk az írónő, és ezért szerettem nagyon a könyvet, mert végigmentünk az összes klisén, de annyival többet tud adni. Azon túl, hogy egyébként mi lesz a következő részekben, szerintem már ez a könyv önmagában is nagyon sokat tud. Mert tényleg túljutnak saját magukon ezek a karakterek. Képesek arra, hogy megpróbáljanak, ha nem is tudnak, de legalább megpróbálnak előrébb jutni, fejlődni, harcolni egymásért, a másikért, önmagukért. Szerintem minden tud ez a könyv, ami kell. Kaland, szerelem, intrika, szórakozás. Abszolút benne van minden, ami a sorozatban is. Viszont aki a sorozatot látta előbb, és ezután olvassa a könyvet vagy a könyveket, annak azért e, így előre szólnék, hogy az árnyék és csont csak Alina szemszögét mutatja be. Olyan, mintha egy naplót olvasnánk igazából, csak kívülről, de mégsem. Tehát nem tudjuk, hogy mi történik mállal, nem tudjuk, hogy mi játszódik mások fejében, és ami még egy fontos dolog, hogy a hat varjú nem szerepel ebben a trilógiában. Ők kaptak egy külön duológiát, amiről majd később szó lesz, de most az Árnyék és Csonté még a főszerep. Nekem iszonyatosan tetszik az, ahogy kitalálta az írónő ezt a világot. Kapásból ott tartunk, hogy kinyitom a könyvet, és ott van egy térkép. Imádom, amikor van térkép a sztorikhoz. Nekem ez azt mutatja, hogy rengeteget dolgoztak azzal, hogy ez a történet valóságosnak tűnjön. Én ezt imádom, és itt van, és minden könyvben benne van, és, és abszolút részletgazdag szerintem. Szóval az íronő egy tök jó világot talált ki, térképpel, csodás, de hogy tényleg annyira különleges, mert kicsit oroszos beütésű, kicsit van benne egy kis angol száz irány is, de, de a felépítés is, Cárnak hívják az uralkodót. Szóval, hogy, hogy azért, azért ott van erősen ez a szláv oroszos hatás. Mindemellett a többi ország is ráhúzható egy bizonyos általunk is ismert országra, amik körülveszik uh, Rafkát, ahol egyébként játszódik a történet. Szóval, nekem nagyon tetszettek a mini áthallások is, meg az is tényleg, hogy egy komplet világot teremtett nagyon jó a mond a világ, amiben belecsöppenünk, ami egy picit elgondolkodtatott, hogy vajon a régi mondáink, a se a csodaszarvasról, csak hogy az egyik legismertebbet mondjam, hogy lehet, hogy ennek mégiscsak van valami valóság alapja. Lehet, hogy ez valaha tényleg létezett, lehet, hogy valaha tényleg működött az, hogy éreztük a körülöttünk lévő dolgokat, csak elfelejtettük. És nekem így a 21. században Iszonyatosan jó érzés volt visszamenni ebbe az időbe, mert egy kicsit középkori stílus, mert egy kicsit természetközeli, meg úgy, úgy nem tudom, nagyon szimpatikus volt az egész világ. Annak ellenére, hogy amúgy elég dark a sztori. Mégis valahogy otthonosan éreztem magam benne. El tudtam képzelni magamat ott a mondjuk az első hadsereg, vagy inkább a második hadsereg soraiban, az első hadsereg a sima emberekből áll, a második hadsereg meg a grisákból, mert hogy grisának hívják azokat, akik egy bizonyos képességgel rendelkeznek. Ez a képesség igazából abból áll, hogy irányítani tudják az erőket, az energiákat. Ez lehet az, hogy az emberi testben lévő energiákat irányítják, ami által gyógyítók vagy szívtörők lehetnek, de lehet az, hogy a szelet, a tüzet, vagy a vizet irányítják, vagy a tárgyakat, illetve az alapanyagokat. Szerintem ez is abszolút zseniális dolog. Ilyet se nagyon olvastam még. Hogy, hogy konkrétan az elemekről beszélünk, amiket tudnak irányítani, de igazából azért tudnak irányítani, mert nyilván benne van egy képesség ezekben az emberekben, de nekem az maradt meg, vagy az jött le ebből, hogy azért, mert egész egyszerűen nyitottak a körülöttük lévő világra. És én ezt hoztam ebből a könyvből, nekem ezt adta igazán azon túl, hogy napidéző és kiválasztott sztori, és persze nyilván szurkolok Alinának, meg szurkolok mindenért, de valahogy nekem, nekem ez lett ennek a történetnek a mélysége és a tanulsága, hogyha egy picit közelebb kerülnénk a természethez újra, akkor lehet, hogy ha nem is ilyen varázslatos képességeink, minden esetre lehet, hogy jobb életünk lehetne. Úgyhogy ezzel a magvas gondolattal zárnám a videót. Holnap is jelentkezem a második részével a trilógiának. Szerdán értelemszerűen a harmadik részsel, csütörtökön és pénteken pedig a varjak duológiát fogom nektek megmutatni, hétvégén pedig jól megbeszéljük a sorozat első és második évadát, de addig is. Ide lent. Tudjátok mi a dolgotok? Ide oldalra pedig kitettem két videót, amit meg tudtok nézni, hallgatni, én pedig olvasok tovább, legyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok sokat. Sziasztok!